A Szabadság és Reform Intézet levelet írt Szabó Máté ombudsmannak. Az intézet szerint számos 2010 ősze óta elfogadott törvény azt a célt szolgálja, hogy a jelenlegi kormány a hatalom kizárólagos birtokosa maradjon, és emiatt az AB-nél már tavaly számos törvény megsemmisítésért kezdeményezték. Kerék Bárci Szabolcs a vendégem, a Szabadság és Reform Intézet igazgatója. Megkapták egyébként, jó reggelt kívánok, a választ Szabó Máté ombudsmantól. Igen, ez egy nagyon érdekes válasz volt, mert arra hivatkozva utasította el a mi kérésünket Szabó Máté úr, hogy ő ebben a dologban nem illetékes, és ezért nem fog fordulni az Alkotmánybírósághoz. Miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy az alaptörvény tartalmaz egy olyan passzust, ezt átvette egyébként szinte szó szerint a korábbi alkotmányból, a 89-es alkotmányból, hogy mindenkinek kötelessége fellépni az olyan jelenségekkel szemben, amikor valaki a hatalom kizárólagos megszerzésére és megtartására törekszik. Mi az Alkotmánybírósághoz fordultunk közvetlenül tavaly, mert hogy mi is a mindenki részének érezzük magunkat, minden állampolgár. Hát hogyha a kormány erre törekszik, már pedig erre törekszik, a fékek ellensúlyok rendszerének lebontásával, hosszú távra, több ciklusra adott esetben kinevezi a saját klienseit az Orbán kormány különböző független állami intézmények élére. Nos, ha ezt mi úgy érezzük, hogy ez megvalósítja a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést, akkor az AB-hez fordultunk. Az AB elutasította ezt, mondván, hogy mi nem vagyunk közvetlen érintettjei. Tehát önök, mint Szabadság és Reform Intézet. Meg mint egyének, akik a Szabadság és Reform Intézet nevében az Alkotmánybírósághoz fordultunk, már pedig ha lebontja egy kormány az a jogállamot, ami történik, akkor úgy gondoljuk, hogy ebben ön is szerkesztő asszony, meg én személy szerint is érintettek vagyunk, mint magyar állampolgárok. Kis László alkotmánybíró külön véleményt fűzött az Alkotmánybíróság elutasító határozatához, és azt mondta, hogy az ombudsmannak van elsősorban joga utólagos normakontrollt kérni ebben a dologban. Ezzel közvetve elismerte azt, hogy azért itt nem volt teljesen alaptalan az SZRI-nek, az intézetünknek a beadványa. No, ekkor fordultunk az ombudsmanhoz, és azt kértük, hogy hatáskörét tekintve ő kérje az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálja meg, hogy alaptörvény ellenesen működik-e a kormány. Csak hogy ő azt mondja, hogy éppen hatásköre nincsen. Igen, gyakorlatilag azt mondta, hogy bármi, ami az alaptörvényben szerepel, az alaptörvényszerű, vagyis hogyha ad abszurdum, a kormány beírná azt az alaptörvénybe, hogy csak Fidesz pártagkönyvvel lehet szavazni a következő választáson. Ezt már persze már önök mondják. Ezt mi mondjuk ad abszurdum, mert azt állítja az ombudsman, hogy ő csak azt vizsgálhatja, hogy egy cselekvés vagy egy működés az alaptörvényszerű-e. Hát ebből az következik logikusan, hogyha a kormány holnap hoz egy olyan határozatot, vagy a parlamenti többsége megszavazza, hogy csak Fidesz pártagkönyvvel szabad szavazni a következő választáson, ez alaptörvényszerű lesz, akkor ennek az alaptörvény ellenességét, jogállam ellenességét, alkotmány ellenességét nem vizsgálhatná senki gyakorlatilag. Tehát fölrakja az összes olyan testület és személyiség a kezét, megadja magát gyakorlatilag mindenki a kormány akarata előtt, védtelenek kiszolgáltatottak az állampolgárok. Bármit megtehet ez a kormány, ez egy patthelyzet, amit kialakult gyakorlatilag mára. Mi nagyon számítottunk arra, hogy az ombudsman Szabó Máté, aki a legkarakánabb módon kiállt az elmúlt időszakban a demokrácia mellett, ebben a teljesen nyilvánvaló jogi helyzetben legalább az Alkotmánybírósághoz fordul, legalább él azzal a jogosítványával, hogy kéri megvizsgálni a mi beadványunkat az Alkotmánybíróságtól. Ezért volt hihetetlen meglepő számunkra, hogy ő hatáskör hiányában mondta azt, hogy ez nem lehetséges. És nem csak hatáskör, egyébként azt is mondta, hogy megfelelő szempontrendszere sincsen. Ehhez. Hát én most itt nem terhelném a tisztelt nézőket, a honlapunkon, az eszeri.hu-n fönn van a teljes dokumentáció, a teljes levelezésünk, meg beadványaink az Alkotmánybíróságnak, meg a levelünk Szabó Máté úrnak. Abszolút sok szempontrendszer van. Tehát itt tételesen felsoroltuk már korábban azokat a jogszabályokat, amelyek együttesen kimerítik az Orbán kormány kizárólagos hatalomra való törekvését. Például miről van szó? Valóban beszéltünk mi is erről korábban, igen, de nem biztos, például arról van szó, hogy minden független állami intézmény élére sarkalatos törvényben, és részben alkotmányban is, vagy alaptörvényben a saját embereiket ültetik úgy,
hogy ezek cikluson átnyúlnak, tehát nem csak 3-4 évre betonoznak be saját klienseket, saját pártkatonákat, hanem 6-9-12 évre adott esetben állami számvevőszék, médiahatóság, költségvetési tanács, most már ugye a monetáris tanácsnál is látjuk, hogy mi a helyzet. Tehát gyakorlatilag minden az egymást ellenőrző, vagy egymás ellenőrzésére hivatott állami intézmény, ezt hívjuk fékek ellensúlyok rendszerének, mindegyik élén nagyon hosszú időre a Fidesz emberei ülnek. Ami azért aggályos, mert, mint láthatjuk, képtelen a hatalom önmagát ellenőrizni, ami egy demokráciában alapkérdés. Képtelen a hatalom önmagát ellenőrizni, bármit megtehet a kormány, gyakorlatilag a kormány egy alkotmányos puccsot hajt végre a szemünk előtt, és lám-lám még az ombudsman is fölteszi a kezét, hogy ebben a kérdésben nem tud mit tenni. Ki tud mit tenni? Na most nekünk meggyőződésünk, hogy ennek a problémának vagy helyzetnek a megoldása, ez egy csapdahelyzet, 22-es csapda, csak alkotmányosan képzelhető el. Mert az alternatíva az nem békés megoldás. Tehát arra kell törekedni, hogy a következő kérdés lehetne, hogy jó, de akkor ebben a helyzetben mit tehet a magyar társadalom? A magyar társadalom azt teheti, hogy megpróbálja a demokratikus ellenzéket 2014-ben kétharmados többséghez juttatni, és minden erejével olyan nyomást gyakorol a politikai osztályra és a közéletre, hogy ezt az összefogást megvalósítsa, kétharmaddal kell legyőzni a Fidesz kormányt, és utána helyre kell állítani a jogállamot. Ez lesz a legfontosabb feladat. Ezt leszámítva ezek szerint, tehát hogy a választásokon természetesen még sok minden megtörténhet, egyébként bezárult a kör, bezárult a 22-es csapdája? Abszolút itt a pánik gombot és a piros jelzést megnyomom. Nincsen más helyzet. Ugye tegnap kiszivárgott, ma megjelent a Handelsblattban egy Orbán interjú, amelyikben először beszél nyíltan a miniszterelnök az elnöki rendszer jobb voltáról a parlamentáris rendszerrel szemben. Egyébként itt nem Magyarországról beszél, ugye elvileg, hanem általában az európai válságkezelésről. A pávatáncokat ismerjük, tehát hogy úgy mondom, hogy értse a másik is. Nem, Orbán Viktor a saját érzéseit mondja, általánosságban beszél, abszolút Magyarországra vonatkoztatja. Még erősebb vezetés kell, mert szerinte a világ problémáit az okozza nyugaton is, hogy gyengje a politikai vezetés. Hát egy csodát. Éppen, hogy kevesebb a szabadság, mint aminek kéne lenni. Kevés az ellenőrző mechanizmus a demokratikus intézményrendszerben Magyarországon, ezt kéne növelni. Tehát nem kevesebb szabadság, hanem több kellene, nem kevesebb kontroll a vezetés és a hatalom fölött, hanem sokkal több kontroll és ellenőrzés a hatalom és a politikai vezetés fölött. Tehát Orbán Viktornak a szándékai teljesen világosak. A választási eljárásról szóló törvénytervezete ott van az asztalon. Azonnal benyomnak mindent az alaptörvénybe, csak hogy ezt ne lehessen megváltoztatni. Tehát pont beigazolódik az, ami miatt mi eleve is az Alkotmánybírósághoz fordultunk. Ez a hatalom 20 évre be akarja magát betonozni, ahogy Orbán elmondta a választások előtt, még 2010-es választások előtt. Ez a hatalom pluralizmus ellenes. De ahogy ön is elmondta az előbb, hogyha a választásokon az emberek mondjuk kétharmadot adnának a kormány elleni politikai erőknek, akkor demokratikus erőknek, igen. Igen, akkor nem tudják magukat bebetonozni. Tehát ugye gyakorlatilag ön is egyfajta összefogásról beszélt. Október 23-án ott lesz a Milla tüntetésen? Én szerintem ott leszek, igen. Nem kis aggodalommal figyelem azt, hogy mi zajlik, milyen polémia megy ebben a kérdésben, hogy ki fog felszólalni, ki nem fog felszólalni. És kinek jó ön szerint ez a vita, ami itt megy arról, hogy egyrészt mi van október 23-án, másrészt mi van az összefogás? Ez ugye attól függ, mert vita nélkül nincsen eredmény az ellenzéki oldalon. Olyan színes a demokratikus ellenzék, és ide ugye a Jobbikot nem értem be, tehát ezért hangsúlyozom mindig a kedves nézőknek is, hogy én a demokratikus ellenzékről beszélek. Nagyon sokszínű. Nyilvánvalóan rengeteg pofont adtak és kaptak az elmúlt 20 évben azok a pártok és politikai szereplők, akik ma a demokratikus ellenzéki oldalon intézményesült módon megjelentek. Tehát ezeket a vitákat fel kell oldani. Én szerintem célszerűbb lenne, hogyha egy nagyon szívós építkezés és egy csöndes, de biztos úton járó barátkozás lenne a háttérben elsősorban, és nem a nyilvánosság előtt, mert ez valószínűleg erősítheti Orbán Viktorékat is abban, hogy a saját szavazótáboruknak azt tudják mondani, hogy lám-lám civakodik az ellenzék, de ez majdnem megkerülhetetlen. Én nyilvánvalóan szívesen látnám azt,
a szabadelvű konzervatívok, a szabadelvűek és a konzervatívok is meg tudnak jelenni ezen a palettán a demokratikus ellenzéki oldalon. Nyilvánvalóan erre nagy igény lenne. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt ebben az építkezésben, mert enélkül tényleg itt marad a nyakunkon még sok évtizedig ez az autokratikus, önkényuralmat építő Orbán kormány. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.